tojásfa díszítés hagyományának eredete már a homályból veszett. Minden bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a tojás a világ minden táján az élet egyik ősi szimbóluma. A tavaly évben állítottunk egy olyan tojásfát, ami arról szólt, hogy a lakosság díszítse fel, úgyhogy egy ilyen kezdeményezésünk volt. Úgyhogy az idei évben gondoltam, hogy ezen egy kicsit változtatunk, és első ízben próbáltam útjára indítani egy olyan kezdeményezést, hogy megkerestem a vármegye valamennyi települését, hogy csatlakozzanak hozzánk, és díszítsük fel Aparhanton a vármegye tojás. Úgyhogy a kollégáim nagyon támogattak és segítettek, így minden polgármestert levélben kerestük meg, hogy küldjenek egy a településükre jellemző tojást, vagy pedig akár a település nevével ellátva. A 109-ből több mint 35 település csatlakozott, aminek nagyon örültem, hogy a kisebb községek mellett a nagyobb városok is, így Dombovár, Bonyhád, Tamási, Nagymányok, Tolna városa is csatlakozott. A befestett tojások lehetnek egy vagy több színűek, illetve az adott tájegységre jellemző motívumok kerülnek a hímes tojásokra. Léteznek horgolt vagy gyöngyökből fűzött díszeket viselők is. Nagy kézügyességet és türelmet igényel az elkészítésük. Az összetartás érzését próbáltuk ezzel erősíteni, illetve számomra, ami külön öröm volt, hogy nem csak akár postán adták fel ezeket a tojásokat, hanem sok polgármester vette a fáradtságot és személyesen keresett meg, úgyhogy személyes találkozásra is jó alkalmat nyitott. Van külön egy aparhanti húsvét csoportunk, amiben igyekeztem sok tojást bemutatni, és úgy láttam, hogy ez nyilván mindenkinek a tetszését elnyerte, hiszen nagyon színes tojások érkeztek, szinte mindegyik más fajta volt. Igyekeztünk nyilván az óvoda elé, illetve a közterületekre is mindig igyekszünk az alkalmakhoz illő díszeket kitenni, úgyhogy ez most sem volt másként.